Meghajolva a tradíciók előtt a hagyományőrzők saját örömükre még a járványügyi helyzetben is hallatták hangjukat és ostoraikat. Rövid összefoglalónk következik. Nos, a kalap és az ostor csak kellék az én számomra, én nem fogok csergetni. A hajdúszoboszlói hagyományőrzők viszont úgy döntöttek, hogy hódolnak a tradíciónak, ami 1559 óta létezik Hajdúszoboszlón, és előzik a gonoszt erre az esztendőre. Talán nagy szükség van rá. Cserges otthon kijelentéssel hívták tulajdonképpen erre az évre a hagyományőrzőket, hogy otthonaikba csergessenek. Csak egy páran jöttek ide fel a városközpontba, és a tradíciónak, illetve a hagyománynak megfelelően hangos ostorcsattogtatással és tülköléssel elűzték a gonoszt. Bár az év hagyományosan indult, a vége mégsem sikerült hagyományosra, a hagyományokat azonban nem lehet elengedni, hiszen a gonosz nem maradhat Hajdúszoboszlón. Így véletlenszerűen találkoztunk a hagyományőrzőkkel Hajdúszoboszlón, akik mégiscsak csergetéssel és tülköléssel igyekeztek elűzni erre az évre is a gonoszt. Tulajdonképpen pontosan ugyanabban az időben, szilveszter estején, 17 órakor. Hogyan jött az ötlet, hogy adhok jelleggel mégiscsak itt találkozzanak? A Hajdúszoboszlói Lovasport és Hagyományőrző Egyesület tagjai döntöttünk úgy, hogy azért mégiscsak megőrizzük ezt a hagyományt városunkban, és ezében sem maradjon kint sem a gonosz előzése, sem pedig a történelemnek a megőrzése és a hagyomány tisztelete. Milyen múltra tekint vissza ez a csergetés, és azóta ugye folyamatosan a törököket kívánták előzni. Fel tudják idézni, hogy melyik volt ez az év? Az Jani 1559, igen. Bár én egy kicsit úgy tudom, hogy a karikás a puskákat pótolta, mert nem volt elég muníció, és így vezették félre a törököket, hogy olyan ügyesen csergettek, pattintottak a karikással, amely utánozta a puskát, és így nagyobb tűzerőre számítottak a törökök, és így tévesztették meg. Én így ismerem ezt a hagyományt. Tehát ez a hagyomány ma nem maradt el tulajdonképpen, de mégis idézzük már fel, aki nem találkozott még ezzel, hogy miről szól egy hagyományos évben ez a tradíció. Hát azért sokkal látványosabb fölvonulunk a főutcán, és hát sok ember kíváncsi rá, és egy nagyon szép műsort ad elő a társaság. Mindenki jön, akinek jó szól a kezében az ostor. Normál helyzetben így szokott lenni, most a járványhelyzetre tekintettel ezt ilyen formában tudtuk megoldani, hogy ne menjünk szembe a előírásokkal. Mit szerettek volna igen ezzel a lakosság felé üzenni, hiszen meg volt hirdetve, hogy mindenki csergessen otthon, és mégis elindultak otthonról és összetalálkoztak, hogy egy kicsit megadjuk a hagyománynak ezt az ízét erre az évre is? Hát végül is ugye mink egy egyesületi tagok vagyunk, így mi megbeszéltük, hogy ezt tovább visszük azért, hogy ez ne szakadjon meg ez a hagyomány. Meg azért a sok korlátozás azért eléggé felforgatta, vagy átrendezte az életünket. És azért legalább egy este, egy rövid időre egy picit kizökkenteni az embereket, egy kicsit reményt adni, hogy előbb-utóbb vége lesz, vége kell, hogy legyen. Talán ha egy picit színesebbé tudtuk tenni az estéjüket, akkor már nem volt eredmény. Látjuk, fiatal generáció is képviselte magát, hogyan fog folytatódni ez az este, esetleg otthon a udvarokon is lesz még egy kis csergetés? Természetesen éjfélkor csergetni fogunk mi is, bár idén szűk körben, de azért igyekszünk jól érezni magunkat. Hogyan tervezik, esetleg gondolkodtak-e már a jövő évre vonatkozóan, hogy mi történik, ha ez az év mégis megismétlődik, és nem sikerült elűzni a gonoszt? Hát azért reméljük, hogy már a jövő ilyenkorról már egy év múlva beszélünk, azért addigra csak vége lesz ennek, és ugyanúgy tudjuk továbbvinni, ugyanolyan színesen, szépen, mint ahogy eddig is, egy elmúlt években is volt, hogy olyan nagy létszámmal, és a pásztor emberek ugyanúgy össze tudnak gyűlni, és tudnak csergetni együtt, és jól tudják érezni az emberek magukat. Meg ugyanúgy tömeggel,
nézőközönséggel tudjuk megszervezni ugyanúgy a csergetést, mint ahogy az elmúlt években volt. A tradíciók már frissültek ebben az évben is, hiszen egy új fiatal generáció rendezte meg a Kössei Kupát, és mi várható a következő évben? Nagy erőkkel készülünk már a következő alkalomra, hiszen jövőre 40. alkalommal kerül megrendezésre a 40. jubileumi alkalommal kerül megrendezésre a Kössei Kupa, és azt hiszem, hogy ennek a programja még legyen egyelőre titok. Miket tervez még tulajdonképpen az Egyesület, ha lehet kérdezni, esetleg előre látva már a 2021-es évet? Hát a fő cél az mindenképpen a 40. Kössei Kupának a szervezése. Ezen felül meg még hát attól függetlenül, hogy a vírushelyzet mit enged majd meg, milyen lehetőségek vannak, ez majd kiderül a jövő évben. További tervek? Tervezünk még, hogyha a vírus elmegy, akkor a tél végén, tavasz elején tovább képzéseket, elméleti képzéseket, ezen felül pedig minden évben májusban kerül megrendezésre az angyalházi lovastúra, és idén ezt se szeretnénk, vagy jövő évben ezt se szeretnénk természetesen kihagyni. Ha a vírus helyzet engedi, akkor a 2021-ben ez is megrendezésre kerül. Boldog új évet kívánunk minden hajdúszoboszlói lakosnak és minden magyar embernek. Bújik!